Sokszor sokat beszélünk a cöliákiáról, a lisztérzékenységről, de úgy tűnik, hogy még mindig nem eleget, mert hogy még mindig igaz az a statisztika, hogy bár ez egy könnyen felismerhető betegség, általában 8 évet is késhet a pontos diagnózis, hogy ez miért van, és mondjuk a nemzetközi világnak miért nem segít az információ áramlásban. Erről fogunk beszélni Koltai Tündével, a lisztérzékenyek érdekképviseletének országos egyesülete elnökével. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ez egy nagyon megdöbbentő adat, hogy 8 évig nincsen pontos diagnózis sok esetben ennél a betegségnél. Miért? Hát akkor mondjuk azt, hogy ez egy átlag. Igen, nyilván. Ami azt jelenti, hogy akár a pár hónaptól a több tíz évig alatt jön ki, tehát ez egy tényleges statisztikai átlag. Azért is nem, mert ennek a betegségnek nincsen egy tipikus tünete. Tehát például cukorbetegségnél mindenki tudja. Itt a fogyástól az elhízásig, a alacsony növéstől a bőr problémákig, tehát rengeteg tünete van, ami más betegségre is utalhat. Tehát ez az egyik. A másik pedig, hogy a rutin labor vizsgálati paraméterek között nem szerepel pontosan az, ami specifikus lenne, tehát ami kimutatja magának a betegségnek a jelenlétét. Na, de ezt mi mutatná ki? Hát vannak immun, tehát vérből kimutatható ellenanyagok, amit per pillanat egy gastroenterológus, vagy legalábbis meghatározott szakorvos rendelhet csak el. Tehát egy körzeti orvos sem, még ha a gyanúk benne fölmerül, akkor ő megírja a beutalót a szakrendelésre, onnantól kezdve hetek, hónapok per pillanat, tehát már ez is hozzájárul, de leginkább az, hogy annyira banális tünetekkel is jelentkezhet, hogy nem is gondolnak rá az emberek. Tehát ilyen banális tünetre gondolok azt, hogy valaki folyamatosan fáradtnak érzi magát. Tehát egy ilyen fáradékonyság az egyetlen tünet. Még mindig nem gondolnak erre az orvosok, mondjuk a házi orvosok? A házi orvosok, tehát a felnőtt házi orvosok kevésbé gondolnak rá, mondjuk a gyerek viszonylatban ez valamivel talán jobb. Tehát ezért is van, hogy a gyerekeknél 8 év vagy annál kevesebb. Mondjuk mi legutóbb egy Európai Uniós projekten belül néztük, és ott ilyen egy év körülre jött ki itt ebben a régióban, tehát a Közép-Kelet-Európában. Ez volt, tehát valamivel jobb a helyzet, ez a 8 év, ez egy nagy átlag. Gyakorta beszélünk arról, hogy Magyarországon egyre több az allergiás beteg, azt mondják az öregek, hogy de régen nem volt ennyi, egyre gyakrabban beszélünk arról, hogy most már minden századik gyerek lisztérzékeny, azt mondják az öregek, de régen nem volt ennyi, szóval most akkor honnan van ennyi, mondjuk lisztérzékeny gyerek, vagy felnőtt Magyarországon. Akkor mindjárt mivel kezdte, tehát ez nem allergia, annak ellenére, hogy egy élelmiszer allergia okozta, csak tisztázzuk, tehát ez egy intoleranciának, tehát egy érzékenységnek nevezhető betegség, amit a gabonafélékben található fehérje, ez a glutén nevű, sikér nevű fehérje idéz elő. Azt, hogy miért gondoljuk azt, hogy gyakoribb, mert hogy figyelnek rá, mert hogy diagnosztizálják. Régen tehát korábban is volt, tehát igazán a betegségnek a neve is már a görögöktől, ókorból származik, tehát ez egy létező betegség volt. Igazán napjainkban került a népegészségügy látóterébe. Ha bekerült most akkor. Te kóstoltál, ugye? Igen, pont ezt akartam mondani, hogy én ugye 5 éve diagnosztizálták nálam a cöliákiát, és ez a sajtburger, amit tegnap ettem, bűnöztem, az gluténmentes sajtburger volt, és mondjuk 2 éve ilyet nem ehettem volna. Tehát egyre, ezt akarom kérdezni, ez igaz-e, hogy egyre könnyebb ezzel a betegséggel ilyen szempontból együtt élni, hogy egyre több a lehetőség, hogy megehetjük ugyanazokat az élelmiszereket gluténmentes verzióban, vagy ez mondjuk csak Budapesten igaz, de vidéken azért hát nem ennyire jó a helyzet. Hát mondjuk ha 2 évet, azt ha javítanám, mert éppen a múltkor néztem utána, hogy 3 évvel ezelőtt, pont 3 évvel ezelőtt indult el ez a gluténmentes hamburgeres program, és vidéken is, tehát azért ma már az a jó, hogy nem Budapest-centrikus ez az ország. Ezért mondjuk mi is teszünk, mert próbálunk a vendéglősöket vidéken is. Na, mi nagyon fontos, hogy a közétkeztetésben ma már kötelező a gluténmentes étkeztetés biztosítása a diagnosztizált gyerekeknek, óvodában, iskolában. Uh-huh.
Többnyire igyekeznek is, és többnyire meg is oldják. Van, ahol szupermódon, van, ahol kevésbé, de legalább a törvényi háttere például ennek már megvan, és ez nem Budapest-centrikus. Ugye átadják évről évre az év gluténmentes termékedíjat az Egyesületnél. Én kóstoltam, elfogult vagyok, hogy általában tényleg nagyon finomak ezek, de látszik, hogy egyre többen is jelentkeznek a gyártók részéről, hogy ez egy olyan piac, amire érdemes gyártani, fejleszteni? Hát most ez a harmadik alkalom volt, idén először volt ez a szakmai bíráló bizottság, szakmai zsűri, amiben sikerült néhány tényleg nagyon jó szakembert bevonni, és azt gondolom, hogy évről évre körülbelül ugyanannyi cég jelentkezik. Itt azért van egy nagyon szigorú kritérium, hogy új termékkel kell, tehát ami olyan termékkel kell neki, vagy lehet nevezni, ami 2 éve van a piacon. Tehát ilyen régi, évek óta ismert, meg kedvelt, tehát nem ez volt a cél, hogy kiválasszuk. Tehát ez azért szűkíti a történetet, de ennek ellenére mindig vannak új cégek, mindig vannak új termékek, és azt reméljük, hogy ha kicsit nagyobb lesz a nyilvánosság, akkor egyre többen jelentkezni fognak. Ugye, amit említett beszélgetésünk elején, hogy ez az átlagos számomra tényleg nagyon-nagyon furán hangzó 8 éves felismerési idő. Mondjuk, hogyha van egy család, fáradékonyságról beszél mondjuk egy kisgyerek egy családon belül, akkor érdemes mondjuk azonnal elmenni egy gasztroenterológushoz, és kikérni a véleményét, vagy ezt a speciális vérvizsgálatot elkészíteni? Hát most ez nem olyan egyszerű, mert közvetlenül gasztroenterológushoz nem lehet elmenni. Tehát az kell az a körzeti orvos? Tehát körzeti orvos mond valamit? A körzeti orvos, aki nyilván fölméri a gyereket, megismeri a gyereket, tehát el tudja dönteni, hogy vannak-e még mellette más tünetei is. Tehát én azt gondolom, hogy nem kell rögtön mindjárt diagnosztizálni, nem kell mindjárt elrohanni valami üzletbe és megvenni a gyors tesztet, mert az aztán egy laikus kezében abszolút teljesen felesleges, és nem is érti, hogy mi az eredménye. Annál pedig nincs veszélyesebb, mint valaki úgy dönt, hogy én gluténérzékeny vagyok, és akkor elkezd diétázni, anélkül, hogy átesett pedig volna. Mennyien van? Hogy átesett igen. volna a kivizsgáláson, hogy kizárják, vagy megerősítik azt, hogy neki ez a betegsége fönnáll. De ezt mondjuk egy, ez miért veszélyes, mert én a környezetemben is nagyon, ugye én mesélem, hogy velem mi történt, és akkor mesélek, hogy igen, ha csak kenyeret meg tésztát eszem, én is puffadok, rossz érzésem van, akkor én is gluténmentes diétát tartok. Hát azért, mert ezek az immunellenanyagok, ugye a glutén az provokálja a tüneteket, provokálja a szervezetet, ezért is mondják, hogy ez egy autoimmun betegség. Ha valaki kihagyja ezt az étrendjéből a glutén tartalmú ételeket, akkor ez a szervezete regenerálódik, eltűnnek ezek a jellegzetes immunellenanyagok a vérből, nem lehet kimutatni, holott ő valójában ténylegesen ebbe a kategóriába tartozik. És akkor jön az, hogy vissza kellene terhelni, és persze azt mondja, hogy dehogy fogok én, hát 5 évet csinálom, vagy 3 évet csinálom, pedig nincs más módja, mint az, hogy újra el kellene kezdeni. Legalább naponta egy zsemlényi Na, mondjatok enni. Akkor a beszélgetésünk végén egy számot, hogy ma Magyarországon a friss felmérések alapján hányan szenvednek ebbe a bizonyos lisztérzékenységben? Hát annál pontosabbat nem tudunk mondani, mint ami tudományosan megalapozott. Pár évvel ezelőtt Szolnok megyében végeztek egy felmérést, ott az jött ki, hogy ilyen 1-68, tehát 1-70 körüli. Tehát ez azt jelenti, hogy ez 1-2% közötti a teljes népesség körében. Most azt mondjuk, hogy ennek a 80%-a, tehát ilyen 200 000 számról kellene gondolkodni, ami nyilván nem ennyi családot jelent, mert hogy családonként ismétlődhet, tehát többször is előfordul, több gyereknél előfordulhat akár, de tehát nagyságrendileg erről beszélünk. Hát nagyon szépen. És nekik jó hír, hogy már van gluténmentes muffin, répatorta, meg puncszelet is. De jó. Gluténmentes csirke? Az nem kell. A csirke az mindig gluténmentes. Ha nem töltött. Ha nem rántott. Igen. Jó, tényleg, mert azért itt sok apróság van, amire figyelni igen. kell. Igen. De köszönjük szépen. Az lehet. Bármikor. Ezt teszed is. Köszönjük.